Bonyhád olyan sport infrastruktúrával rendelkezik már most, ami magyar kisvárosi szinten irigylésre méltó. Ennek az iskolák az utánpótlássport, gyűjtőszóval a helyi tömeg és élsport a haszonélvezője. Mások is lehetnének, vetődött fel időközben létrejött sportcentrum vezetőjében, aki egyben a sportcsarnok igazgatója is. Vagyis meg lehetne szólítani edzőtáborozásokra a környezetváltozás jegyében szervező közeli, távoli, vidéki és fővárosi klubokat is. A tavalyi és az idei nyár rámutatott, érdemes ebben gondolkodni Bonyhádon. Elhatároztuk, hogy mi a nyári holt időszakban, amikor a terem üres, akkor megpróbálunk valamiből bevételt szert tenni, és csináltunk egy prosit, körbeküldtük az összes magyarországi olyan sportegyesületnek, akik teremsportban érdekeltek, és kapva kapnak az alkalmakon. Tavaly itt volt a Vasas Akadémia, az idén visszajöttek, most itt van a Beac, jövőre már a Vasas újból bejelentkezett, úgyhogy ez egy jól jövedelmező üzletág, hogyha így mondjuk, hiszen ez jó a sportcsarnoknak, a sportcentrumnak, hiszen bevételt tudunk generálni, illetve jó azoknak a szállásadóknak, azoknak a bonyhádi szállásadóknak, akik az ő elszállásolásukkal profitot tudnak maguknak hozni. Ott jártunkkor az NB1-es A-csoportos Beac U16-os csapata edzőtáborozott Bonyhádon, és éltek azzal a lehetőséggel, hogy meginvitálják a KSC Szekszárd hasonló korú csapatát egy jó kis edzőmesre. A csarnok, a kiszolgáló létesítmények, a közeli atlétikai komplexum, a strand, a szállás minősége, no és a kisvárosi nyugalom okán maximális elégedettséggel beszélnek az itt töltött napokról, az itt megfordulók. Tökéletes a körülmény. Öten vannak egy szobában, nagyon jó buli. Reggel ugye fölkelünk, közösen reggelizünk, ott utána egy kis pihi van, összekészülünk, átjövünk ide a csarnokba, ami egy 5 perc séta. Itt edzünk 2 órát délelőttönként, általában egyéni képzés van, meg erősítés. Utána visszamegyünk, közösen ebédelünk, szintén pihenő van, délután edzünk egy 2 órát, ott már inkább csapatrész, meg taktika van. Este pedig közös programok vannak. Az ottani lehetőséghez mértem, vagy kint vagyunk, és a szabad ég alatt csillagokat nézünk és beszélgetünk, vagy fönt a díszteremben vetítünk filmeket, vagy ott beszélgetünk. Egyébként amelyik csapat alapozó jellegű erőlépi munkát szeretne végezni, azok ezt a Petőfi Gimnázium impozáns atlétikai centrumában is megtehetik. Ez is plusz motiváció, hogy Bonyhádot válasszák, például az atlétikai klubok, vagy számtalan labdajáték képviselője. A város is támogat minket mindenben. Vannak elképzeléseink, vannak ötleteink, azt megpróbáljuk kivitelezni, és azt évről évre csiszolgatunk rajta, és úgy néz ki, hogy ez azért tetszik a sportegyesületeknek. És az is, hogy a nem zsúfolt strand és élményfürdő túl a relaxáláson kiegészítő sportágak űzésére lehetőséget teremt az edzőtáborozás alatt. Prospektusunkban most a bonyhádi strand is szerepel, hiszen ugye ott olyan röplabda, illetve strandfoci pálya van, ami azért pályát ritkítja. A magyar válogatott is volt már itt tavaly edzőtáborozni, úgyhogy a strand is abszolút benne van ebbe a körbe, oda is lehet jönni sportot űzni. A sportcentrum további szolgáltatás bővítésekkel szeretné még vonzóbbá tenni a bonyhádi edzőtáborozási lehetőségeket. Nem elfelejtve azt a prioritást, hogy nekik elsősorban a helyi kosarasokat, röplabdásokat, az asztali teniszezőket, a kispályás, illetve a teremlabdarúgás szép számú helyi képviselőjét, no és a városi tömegsportot kell továbbra is kiszolgálniuk a létesítmények biztosításával. Bonyhádi Sportcentrum bekapcsolódott a Mozdulj Bonyhád program sorozatba. Ugye eddig ezt a Dobogó Egyesület csinálta a Bonyhád Város Önkormányzatával karöltve. Az idejében mi is kaptunk már feladatokat benne. Nagyon sok gyereket mozgatunk meg, különböző és színes programokat kínálunk a nyári szünetben a tanulóknak. Jövő évben ez még jobb lesz, hiszen már kialakult egy koncepció, kialakítottuk a következő évi program tervezetünket, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő év az még színesebb lesz, és ahogy mi is, ahogy egyre inkább rutinosabbak, tapasztaltabbak leszünk ebben a sportszervezésben, úgy lesznek a programjaink is remélhetőleg egyre színvonalasabbak. Egyébként a néhány napos edzőtáborozásokra a 70-es, 80-as években a valamikori Vasasizzó, a Szabó Ödön irányította BS is felfedezte magának Bonyhádot. Miért ne történhetne most is hasonló? Bevallom őszintén, inkább mi jöjjünk ide, mint más csapat, mert nagyon jó lehetőségek vannak, tehát mi jövőre is itt szeretnénk edzőtáborozni.
A régi helyén épülő, mini stadionnak is nevezhető új sportlétesítmény megvalósulásával sok futballcsapatnak is páratlan lehetőséget kínál Bonyhád a nyári vagy éppen a téli edzőtáborozásokra.